Sziasztok, kert barátok! Köszöntelek benneteket így szeptember végén egy következő évelőtt bemutató videóban, aminek főszereplője az évelő őszi rózsa, az Aszterek. Újabb nevén, inkább úgy mondom úgy helyes, hogy néhány fajt átsoroltak a Symphyotrichum nemzetségbe alakjuk megjelenésük miatt. De nagyon sok kertészetben még mindig aszterként kaphatóak. Nagyon sokféle van, törpe őszi rózsa, mirigyes őszi rózsa, hanga őszi rózsa, csillag őszi rózsa, illatos, mirigyes, stb. Itt rögtön a videóban láthatjátok a törpe őszi rózsát, annak is két változatát, ami színbeni különbséget jelent, egy világos lilát itt jobbra, balra pedig egy igazi lila változatot. Ez a világos lila előbb elkezdett már virágozni, a lila pedig most kezd kiteljesedni. Nagyon szeretik a rovarok. Szinte mindig tele van méhekkel. Szerencsére ezt a változatot, tehát ezt a Symphyotrichum dumosum nem kell megkötözni. Nagyon kompakt lombot nevel. Esetleg akkor van erre szükség, hogyha egy nagyon esős, szeles idő van, és akkor szét tud egy kicsit dőlni a lombja. De amúgy, ha van neki elég hely hagyva, mert ez kb. Egy tő volt, akkor egy ilyen kompakt, tömött, kötözésmentes lombot nevel, ami egészen a talajtól a tetejéig ilyen szabályos, szinte teljesen szabályos, és ilyenkor szeptember közepétől mint egy virágszőnyeg virágba borul. Ő szimpla, tehát egy sorban állnak a virágai. Itt középen egy kicsit elkezdett szétesni a szeles idő hatására. Arra kell náluk figyelni, hogy ők azért tudnak erőszakosan terjedni, tehát tarackolva terjednek, ami egy nagyon jó hír, mert így egy nagy szép foltot képeznek, de ki is tudják szorítani a szomszédos növényeket. Nem olyan erős és vaskos törzset nevelnek igazából, mint az iriszek, most ők jutottak eszembe. Az iriszeknek kb. Fejsze kell, hogy szétszedjük, jó, az nem is gyöktörzs már, vagy nem is tarack. De azért ő náluk is olyan sűrűn meg tudnak nőni már ezek a tarackjaik is, hogy el tudnak nyomni növényeket, és hát egy ilyen terülő lombot képeznek, ennek köszönhetően az alattuk lévő növényeket elnyomják, bekebelezik, mint itt van egy májva cserje, hát szinte teljesen bekebelezték, vagy itt tovább haladva ez echinácea éppen, hogy csak ki tudott fölüle bújni. És az egy részét ennek a tőnek bekebelezték, vagy ott annak az oszloposra nevelt gömb, hamis ciprust is törzsét teljesen úgymond eltüntették. Ami nagyon jól néz ki, de hogyha egy kevésbé versenyképes növényünk van mellette, akkor szinte eltűnhet az is. Amúgy közepesen vízigényű, tehát akkor nő meg ilyen szép kompaktra a lombja, hogyha azért van öntözve, illetve megyek majd tovább és mutatom a mirigyes őszi rózsát, ami nem egy ilyen 40-50 cm magasra nő meg, hanem másfél méterre. Ebből ültettem mindkét oldalra szintén, ott van ez a pink változat, és itt is ezen az oldalon is van összeültetve több színben az is. És akkor meg is érkeztem az ágyás végébe, ahol a többi magasabb évelő őszi rózsa található. Itt rögtön balra ez az erős pink magenta változat, ez a mirigyes őszi rózsa. Egy 1,70-1,60 magasra megnövő változat. Dupla, őt is nagyon szeretik a beporzók. Tömött lombot nevel, de az alsó részén, ugye felén csak egyenes ágak vannak, és csak később ágaz el. Úgyhogy így köré alacsonyabb évelőket kell takarásként ültetni. Aztán tovább haladva itt van hófehér változat. Ez nem is ez a mirigyes őszi rózsa, talán a csillag őszi rózsa, de ez csak simán szimpla.
De nagyon jól mutat ez a három szín együtt, meg ezzel a vagy ezzel az rózsaszínű mirigyes őszi rózsával, ez ugye a magentás pinknek a rózsaszín változata. És ez jóval magasabb lett, mint a magenta színű. És ilyenkor össze egy nagyon szép színfoltot ad az amúgy is színesedő ágyásnak, és a rovarok legnagyobb örömére egy jó kis pollenadó egyed. Sőt is hátrébb kell ültetni, mert jó magas lesz. És mindenképpen kell őket támasztani, mert különben eldőlnének nagyon könnyen, és a földön feküdnének. Hogy ezzel kell számolni, és ők is azért erőszakosan terjednek, figyelni kell arra, hogy időnként megtizedeljük az állományt. Rájuk is azt mondom, mint a többi bemutatott évelőre, hogy mindenképpen ültessétek, mert hálásak, azért nem olyan igényesek, ilyenkor pedig egy plusz színfoltot adnak az ágyásnak. És hogyha vesztek egy növényt, abból biztos, hogy éveken belül sokkal több lesz, mert ha jól érzi magát, akkor nem csak virágpompába hálálja meg a gondoskodást, hanem szaporodik is, terjed is, és lehet tőosztani, én inkább tavasszal javaslom ezt. Egész télen rajt kell hagyni ezt a gyönyörű nevelt lombot, ami védi az áttelelés során a talajban lévő részét, és akkor tavasszal lehet tőosztani. Azt meg megfigyeltem, hogyha már így jobban terjed, elterjed, nagyobb foltot úgymond meghódít, akkor hajlamos arra, hogy kikopik a közepe, és akkor már kevésbé szép, mert nem egységes. Úgyhogy érdemes frissíteni, kiszedni egy részét, vagy teljesen az egészet újraültetni. Nem sértődik meg, ugyanúgy virágzik az első évben is, már mint az ültetés első évében, például ide. Ezt a világos lilát innen ültettem, idén tavasszal, és ugyanúgy virágzik, mint ott az eredeti helyén. Úgyhogy erre sem érzékeny, hogy így átültetjük. Úgyhogy keressétek ezeket az őszi rózsákat, az évelő őszi rózsákat, mert kihagyhatatlan színfoltot képeznek az ágyásokban.